A püspökség idestova másfél évtizede nyitotta meg kapuit adventben. Az adventi udvar természetes részévé vált Székesfehérvár belvárosának, annak a városnak, amely őrzi és értéknek tartja a keresztény kultúrát. Az idei első gyertyagyújtást Kassai Balázs karnagy vezetésével, a páduai Szent Antal iskola pedagógusai és népzenész növendékei verssel, a magyar népzene ősi dallamaival tették szebbé, emlékezetesebbé, majd Spányantal megyes püspök mondta el gondolatait a szent ünnepről. Advent lényege az Úr érkezése. Az Úr pedig azért jön, hogy a mi életünket teljessé tegye. Azokat a sebeket, amelyeket a bűneinkkel okozunk, magunknak és egymásnak meggyógyítsa, hogy a feszültségek helyére békességet hozzon, hogy a szomorúakat megvigasztalja. Eljön, mert a szeretete arra sürgeti, hogy hozzánk jöjjön és a szívünkbe térhessen be. Az Úrnak az útját kell előkészíteni, ez advent nagy-nagy üzenete. A főpásztor kiemelte, hogy fel kell újra ébreszteni a szívünkben a vágyat az Isten után, hogy találkozhassunk vele, ahogy várták elődeink évezredeken át, mert advent egy olyan varázslatos időszak, amelyben újra átéljük és megértjük a régen megtapasztalt történéseket, és advent végeztével újra tisztábban látjuk életünk célját. Az advent arra hív bennünket, hogy újuljunk meg belsőleg. Így tudjuk az Úr útját előkészíteni szívünkhöz. Azt kérem, hogy azon gondolkozzunk, hogy én miben vagyok felelős, hogy a hangulat otthon sokszor nem olyan, mint amilyennek kellene lenni, hogy sokszor vagyunk feszültségben, sokszor vagyunk félreértettségben, sokszor vagyunk veszekedős hangulatban, mindig ugyanúgy reagálunk mindenre, hogy találjuk meg advent csöndjében, talán egy gyertya lángja mellé odaülve, imádkozva, talán csak magunkba, de együtt. Találjuk meg, hogy mit kell nekem másként tenni. Spányantal végül arra biztatott, hogy ebben a várakozással teli időszakban legyen nekünk is egy olyan csillagunk, ami megnyitja a szemünket, ami az Isten felé vezet bennünket. Majd az első adventi gyertya meggyújtását követően megáldotta a családok adventi gyertyáit, amelyeket szétosztottak a jelenlévők között.